Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, és a mai videóban arról fogok nektek beszélni, hogy mi az a 10 dolog, amit szeretek, amit nagyon szeretek. Összeállítottam a listát, és nézzük az első pontot, az utazás. Hát utazni már kisgyerekkorom óta imádok, 11 éves voltam, amikor először Németországba töltöttem hosszabb időt, és akkor is imádtam, ez egy majdnem 20 órás buszút volt, és abszolút nem okozott gondot, és azóta ez a szenvedélyem ugyanúgy megmaradt, ezért is mentem földre az irányba az ELTE-re, hogy tudtam, hogy ha térképész leszek, az kapcsolódik az utazáshoz, és akkor utána az egyetem alatt is nagyon sokat utaztam, én is szerveztem hátizsákos túrákat Ázsiába különböző helyekre, és akkor utána, amikor jött a blog, egy idő után arra jöttem rá, hogy a divat mellett kéne egy utazós rovatot is indítani, mivel imádok utazni, mindig is utaztam, és most már több mint 2 éve megy az utazós rész, és imádom. Tavaly 20 utam volt, most idén már majdnem évvége van, most is körülbelül olyan, nem is tudom, 15 útnál tartok. Tehát az utazást sose tudom megunni. Egyszerűen van olyan, hogy egyik útról a másikra megyek, és akkor se érzem azt, hogy úristen, ez elég volt. A kettes, a nagyon szeretek enni. Rengeteg kaját is szoktam a blogra kipakolni, és általában ezeket meg is szoktam enni, mert annyira szerencsés a genetikám, hogy gyors az anyagcserém, így ha bármennyit eszek, ilyen vékony maradok szerencsére. Ja igen, meg sokat szoktam mozogni, meg régen versenyszerűen sportoltam, tehát ez is biztos hozzásegített. És visszatérve az evésre, szinte nincs olyan étel, amit ne kóstolnék meg. Amikor külföldön vagyok, akkor bármilyen újdonságot megeszek. Ettem már csigát, békát, kígyót még nem, de a kígyót is simán megkóstolnám. Tehát igen, imádok enni, imádom a különleges ételeket. Akkor a hármas, tehetséges emberekkel találkozni. Amikor tehetséges emberekkel találkozom, akkor teljesen úgy érzem, hogy úristen, feltöltődöm, energiát kapok tőlük, és inspirálódok, és sokszor ilyen ámulattal nézem őket, akik zsenik, vagy valamiben nagyon nagy tehetségük van, és úgy örülök neki, hogy a blog kapcsán rengeteg tehetséges emberrel találkozom. A negyedik pont, egyedül művészmoziba menni. Néha van olyan hangulatom, hogy nem szeretek mással moziba menni, mert egyedül sokkal jobban tudok koncentrálni a filmre, akkor nem kell akivel mentél azzal beszélgetni, vagy arra figyelni, csak is kizárólag a mozira tudsz koncentrálni, és szerencsém van, mert itt van a közelemben a Puskin mozi, és nagyon szeretem a művészfilmeket, és néha van olyan, hogy így napközben beülök a moziba, akkor szinte senki nincsen a teremben, olyan, mintha nekem egy magánmozim lenne, és akkor szoktam így megnézni azokat a művészfilmeket, amiket így kinézek előre a honlapon. És akkor az egy teljesen más élményt ad, és akkor, amikor vége van a filmnek, akkor még szeretek úgy ülni még a székbe, hallgatni a főcím zenét, megnézni a stáblistát, kicsit átgondolni a filmet, meg általában ezek a művészfilmek, nek van mondani valója, tartalmasak, tehát tök jó megemészteni. Tehát nem szeretem, amikor elmegy az ember egy plázába, és épp hogy még szinte föl se kapcsolják a villanyt, és már mindenki föláll, zörög a popcornos zacskókkal, meg azt érezteti, aki beljebb ül, hogy álljál már fel, amikor te még simán nézni szeretnéd a végét is a mozinak, vagy egy kicsit úgy átélni az egészet, mert hát azért mész el moziba, hogy kapjál egy élményt. Az ötös, képeket retusálni. Tudom, ez egy kicsit ilyen pervers dolog, de engem a képretusálás az teljesen kikapcsol. Nagyon sok blogger tudom, hogy mással fotóz, más retusálja a képeiket, de én mivel hogy térképész vagyok, és 5 évet tanultam az egyetemen ezeket a grafikai programokat, ezért nagyon ismerem őket, és nekem ez maga az alkotás, amikor van egy nyers kép, és akkor abból varázsolok egy gyönyörűséget. Tehát nekem ez olyan, mint a festőknek a festés, amikor retusálok. És most már nem is tudom, olyan 10 éve biztos, hogy retusálok, és
és ez egy folyamat, és még mindig azt érzem, hogy egy csomó mindent tudok megtanulni ezzel kapcsolatban. Tehát sose érzem azt, hogy igen, most már tökéletesen retusálok, meg még azért szeretek retusálni, hogy amikor van egy ilyen hektikus, hosszú napom, sok emberrel találkoztam, akkor utána beülök a géphez, bekapcsolom a zenét, és akkor ez így kikapcsol, megnyugtat. Tehát nekem ez a relaxáció, míg más elmegy jogázni. A hatos, barátokkal bandázgatni, találkozni. Rengeteg barátom van, és nagyon sok időt töltök velük, szeretek a barátokkal együtt lenni, különböző programokat szervezni, nagyon sokszor elutazunk együtt, vagy csak beülünk helyekre, és jó így a barátokkal kikapcsolódni, beszélgetni. A 8-as, álmodozni utazás közben. Én halak jegybe születtem, amire a legjellemzőbb az, hogy művész lélek és álmodozik. Tehát én kiskorom óta teljesen egy ilyen álomvilágba élek, és főleg amikor utazom, amikor mondjuk egy hosszú repülőút van, vagy buszút van, vagy vonatút, én nekem azok nem leterhelőek, hanem főleg amikor egy vonaton így megy a táj, akkor is így egyszerűen ilyen relaxációs állapotba kerülök, és álmodozni szoktam célokról, dolgokról gondolkozni, tehát imádok így úgy utazás közben tényleg álmodozni. 9-es, új dolgokat megtanulni. Nagyon szeretek új dolgokba belevágni, mert amikor már valamit úgy egész jó szinten tudok, akkor kicsit olyan rutinból megy, és szeretem az újabb kihívásokat. És például most két nagyon nagy kihívás van az életemben. Az egyik az, hogy megtanuljak jól videózni, vagy vágni, mert a fotózás már szerintem elég jól megy a blog kapcsán. És most, hogy a YouTube csatornám is megy, így szeretnék nektek minél jobb minőségű videókat készíteni. Tehát most nagyon sok időt azzal töltök, hogy megtanuljam magát a videózást, meg ezzel kapcsolatos dolgokat. És a másik dolog is, ehhez kapcsolódik, vettünk egy drónt, és most a drónt tanulom fél éve. Még azért nem láthatok drónos felvételeket, mert még nem megy úgy a drónozás, tehát ezt is így folyamatosan tanulom. Viszont a drónozás az elég körülményes, mert a városban annyira nem lehet drónozni, így mindig ki kell menni a Budapesten kívülre. Az is egy csomó idő, és akkor utána tök sokszor egy csomó minden közbe jön, hogy mondjuk lemerül a drón, csak 15 percet tudtál vele repülni, vagy valamiért frissítened kell, vagy nincs kapcsolat, vagy nem is tudom, sok az ember ott. Tehát még ez egy hosszú folyamat lesz a drónozás, de hogyha sikerül megtanulni, akkor biztos, hogy látni fogjátok az eredményét itt a YouTube-on videókban is, meg az Instagramon képekben is. A 10-es az extrém sportok, nagyon szeretem a sportot, és azon belül, hogyha extrém sportolok, az egy ilyen plusz adrenalint ad nekem. Már elég régóta snowboardozok. Ott is van adrenalin, de a snowboardnál nem merek ugratni, mivel hogy műtötték a térdemet, meg a kézilabda eléggé tönkretette, így ott egy kicsit olyan óvatosabban mozgok, viszont a szörfözés az teljesen, a hullámszörfözés egy óceánban, az nagyon nagy adrenalin szokott adni, amikor így fölállsz a szörfdeszkára, és tol mag előtt a hullám, és érzed az óceánnak a brutális erejét, az így tényleg nagy adrenalin, és ez egy ilyen függőséget okoz. Ez volt a 10 dolog, amit nagyon szeretek. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha nektek is vannak olyan dolgok, amit nagyon szerettek, akkor nyugodtan írjátok meg nekem kommentbe, vagy ha bármi véleményetek van a videóval kapcsolatban. Ha tetszett nektek a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornámra, akkor itt fel is tudtok iratkozni. Köszönöm, hogy most is velem voltatok. Sziasztok!